Simon Péter, a Duna Autó műszaki igazgatója el fogja nekünk mondani, hogy mi az az okosszekrény, mi meghallgatjuk, és onnantól kezdve tudjuk. Az okosszekrény az egy új szolgáltatásunk, amit azért hoztunk létre, hogy az ügyfeleinknek időt és energiát takarítsunk meg. Hiszen az életünkben a legfontosabb dolog az idő. Az idő, amit azzal töltetünk, amit szeretnénk, a barátainkkal, a szeretteinkkel, a hobbinkkal, bármi mással, mint azzal, hogy szervizben ücsörögjünk, hiszen az egy elpazarolt idő. Ezért kinyitottuk a sávot, és létrehoztunk egy olyan szolgáltatást, amelynek a keretén belül 0-24 órában a hét bármely napján behozhatják az ügyfelek az autót hozzánk, előreegyeztetett időpontban. A szolgáltatásunk úgy működik, hogy online vagy telefonon időpontot foglalnak hozzánk. Ezt követően mi kiküldjük az értesítést, hogy az időpont megfelelő. Az ügyfelek a nap 24 órájában bármikor előtte behozhatják az autót, és egy okos szekrényben leadhatják a kulcsot és a forgalmit. Mi azonnal küldünk egy visszajelzést nekik, hogy az ő kulcsuk, forgalmiuk, illetve az autóik itt van nálunk az okos szekrényben. A kollégák, amikor elkezdik a javítását, és az autót átveszik fizikálisan, akkor küldenek egy állapotlapot az ügyfeleinknek az esetleges sérülésekről, illetve a kilométeróra állásról. Ezt követően leegyeztetik, hogy mennyibe fog kerülni a javítás, majd ha az ügyfél azt jóvá hagyta, akkor megkezdjük a javítást. A javítás után az autót lemossuk, tiszta állapotban adjuk vissza. Ezt követően már csak arra van szükség, hogy az ügyfelek leellenőrizzék, hogy a javítás valóban annyiba került, mint amennyit mondtunk. Ha ez megtörtént és elfogadták, akkor online felületen kifizetik a számlát, majd mi küldünk egy kódot az okos szekrényhez, ahonnan át tudják venni a nap 24 órán bármikor, akár éjjel 12-kor is a kulcsot és a forgalmit. Ezt követően annyi dolguk van már csupán, hogy az ügyfél elégedettségi kérdőívünkre válaszolnak, hogy tudjunk tanulni és fejlődni, hogy milyen igények vannak az ügyfeleinknél. És ha otthon vannak, igyanak meg egy sört. Hát, ha már nem vezetnek, igyanak meg egy sört. Vagy kettőt. Gondolom leginkább elfoglalt úri emberek veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Első körben mi is azt gondoltuk, hogy az elfoglalt emberek, illetve azok az emberek fogják használni ezt a szolgáltatásunkat, akik egyébként is online indítanak mindent és úgy intézik az ügyeiket. Ehelyett megdöbbenve tapasztaltuk, hogy leginkább hölgyek veszik igénybe a szolgáltatásunkat, azon egyszerű oknál fogva, hogy a szervizben sokszor kellemetlenül érzik magukat, mert az érdeklődési körük az jóval alacsonyabb a műszaki élet iránt, mint általában férfi társainknak, így pedig sokkal komfortosabban érzik magukat, hogy csak írásban kell kommunikálni.